Ha valaki azt kéri tőletek az interneten, hogy küldjetek neki egy képet a használt fehérneműtökről, akkor lehet, hogy jobb, ha elkezdtek gyanakodni, hogy ott nem feltétlenül van minden rendben. Kivéve, ha egy kutató teszi ezt, és egy meghatározott módon használt alsógatyáról kér tőletek képet, méghozzá egy olyanról, amit ő maga küldött nektek, és kért arra, hogy meghatározott módon használjátok 2 hónapon keresztül, utána fotózzátok le, és küldjétek el neki. Mert hogy pontosan erről van szó, ez egy standardizált kutatási alsónadrág, amiből nagyjából 2000-et ástak el lelkes önkéntesek szanaszét az országban a kertjeikben, azért, hogy segítsenek a talajtani kutatóknak abban, hogy megállapítsák, hogy milyen a talajélet Magyarországon, Magyarország különböző részein. A feladat nagyon egyszerű. Elássuk ezeket az alsónadrágokat, aztán hagyjuk, hogy a talaj mikroorganizmusai dolgozzanak rajta. 2 hónap múlva kiássuk, lefotózzuk, a kutatók ráeresztenek egy képfelismerő programot, az pedig kiszámolja, hogy hány százalék maradt meg az alsógatyából. Ezeket az adatokat pedig felhelyezik egy térképre, és az egész országban fogjuk látni, hogy milyen a biológiai aktivitás a talajban. Mivel én egy kicsit lecsúsztam erről a programról, személyesen kellett bemennem az intézetbe, ennek köszönhetően viszont nem is egy alsót kaptam, hanem rögtön 4-et. Viszont elég nagy a telek, úgyhogy van hova ásni belőle, és kaptam még egy kis plusz feladatot is, amit meg kell nézni, hogy a különböző mélységnek milyen szerepe van. A birtokon nagyon nehéz lenne kiválasztani egy tipikus talajrészletet, ami reprezentálná az egész területet, mert hogy részben a domborzat, részben pedig a különböző növényborítottság miatt nagyon változatos a talaj. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy kiválasztok néhány helyszínt, oda fogom elásni ezeket a gatyákat, és a területen belül is össze fogom tudni hasonlítani, hogy milyen a talaj élet az egyes helyszíneken. Első gatya, első helyszín, itt a kísérleti veteményes parcella. Megtisztítok egy területet, nagyjából egy alsónadrágnyit, így ide fogom berakni, és itt 20-25 cm mélységben kell leásni. Úristen, de jó lesz a talaj. Ezt a földet arrébb rakjuk, belefektetjük az alsót, és szépen visszatemetjük. Ja, és megjelöljük, hogy itt van az alsó elásva. A másodiknál arra gondoltam, hogy valahol itt a dzsungel környékén kellene elásni, mert hogy ez volt az a hely, ahol a természet lassanként visszavette az uralmat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit alkotott a talajjal. Itt nem tudok leásni 25 cm mélyre, mert útban van egy hatalmas gyökér, ami mondjuk várható volt egy almafa tövében. Természetesen alsógatya helyett bármilyen más pamut darabot is használhattak volna, de az tény, hogy is sokkal jobban megmozgatja az embereknek a fantáziáját, és jobban felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a talaj, amin élünk, és amiből élünk. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó választás volt, és hogy mennyire megmozgatja az embereknek a fantáziáját, hát Instagramra is, amikor kiraktam, akkor volt, aki bekommentelt, hogy vajon mennyire befolyásolná a kísérlet eredményét, ha hordanám előtte ezeket az alsókat. Illetve egy barátomnak is, amikor mondtam, hogy mi a feladat, akkor azt mondta, hogy ő azt gondolta, hogy ezt hordani kell egy ideig, és a bőrünkön élő baktériumok, meg a testi kipárolgásaink azok, amik majd a talaj életet serkenteni fogják. Hát erről természetesen szó sincsen. Ez is kész. És nézzétek csak, mit találtam itt elsős közben. Egy kis tiszafa csemetét. Ezt meg fogjuk majd később menteni. Mert csak 2 nacink maradt, ezeknek is keresünk valamilyen helyet, nagyjából középen. És ezek azok, amiket különböző mélységben fogok majd elásni. Na de hova rakjuk? Jaj. Véletlenül ráléptem az egyik alsógatyára ásás közben, és megijedtem, hogy összekoszolódik. Ez itt a 20-25 centi, ez pedig itt az 5-10 centi. Ott van benne mind a kettő. Látjátok, füleim mik vagymuk, és a púr
és gatyavúgymuk. Te innen nem jössz ki, oké? Na hát akkor 2 hónap múlva meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. Persze az, hogy hány százaléka marad, az nem azt jelenti, hogy hány százalékos a talajélet egészsége itt a birtokon, hanem majd az összes adattal együtt összehasonlítva fogunk majd kapni valami értékelhető eredményt, de az is leginkább a kutatóknak fog számítani, nem pedig nekünk, de azért mi is fontos visszajelzéseket kaphatunk majd belőle. Addig is kommentben írjátok meg, hogy szerintetek melyik helyszínen bomlik majd le a legtöbb az alsógatyából. Itt a veteményesnél, fenn a közel természetes dzsungelnél, vagy a kaszáló mélyebb rétegében, vagy a felsőbb rétegében. Kíváncsi vagyok, hogy mire tippeltek, írjátok meg kommentben A, B, C vagy D, aztán 2 hónap múlva kiderül, hogy kinek volt igaza. Sziasztok!